Bevásároltunk. Ez itt a termés. Bizony, otthon majd megmutogatjuk részletesen, hogy mik vannak a kosárban. Remélem, ki tudjuk fizetni. Hazaértünk! Yay! És akkor, mivel sokan kértétek az előző videó alatt, most megmutatjuk, hogy miket vásároltunk a boltban. Ugye voltunk egyrészt ilyen anime boltban. Igen. Vásároltunk a Daiso-ban, ami ugye a 100 jenes volt, és igen, vásároltunk élelmiszereket, igen, élelmiszereket az Aeon nevezetű, ugye? Aeon nevezetű boltban, úgyhogy ezeket fogjuk megmutatni. Akkor kezdjük az animéssel, mert abból van a legkevesebb. Igen. Parancsolj, mutasd be! Ezt mondjuk mutattuk. Igen, igen, egy ilyen Shingeki no Kyojin, vagyis Attack on Titan-es teatartót, rá van írva, hogy ti, de mi nem tudjuk még, mit fogunk benne tartani. A másik ugye, amit anime is vettem, amit ott is mutattam, ugye ez a Shiba kutyusos, jól kitakarom, ugye? Shiba kutyusos kábel protektor, és nekem amúgy ez azért nagyon jól jött, hogy lássátok, hogy nem csak azért vettem meg, mert cuki, hanem haszna is van, mert nekem már elkezdett sajnos megtörni itt ezen a részen a kábelem, és így ez most teljesen ugye egy helyben tartja. Vajon éles? Látszódik, hogy mit mutogatok? Nem, ugye? Na most? Szóval, hogy így teljesen ugye egybe tartja, és védelmezi, úgyhogy nem fog tovább romlani a helyzet, és olyan cuki. Átokta a kábelemet. Jó. Akkor folytassuk a Daiso-ssal, ha megtaláljuk, hogy mi az, ami csak Daiso. Hát ez biztos, hogy ez is a Daiso-s. Hogy tudom megmutatni nektek? Lesz. Ez egy... Figyelj, mert az vadjószág. Nem férek bele. Ki is rúgta magát. Ez az új szennyes tartókosár. Pam-pam-pam, ilyen kis cuki. És minélgeres. Aztán vettünk még zöldségpucolót, természetesen rózsaszínű zöldségpucolót, 100 jenért. Akkor ez egy fürdőbomba, és a belsejében van valamilyen cica, úgyhogy az, ha leolvad a fürdőbomba, lesz benne valami ajándék. Az a cica ott pisír. Lehetséges. Nem. De arra hittem azt, hogy pisír. Igen. Ez úgy néz ki, mintha pisírni készülne. Azt hittem, hogy az ott a kis lába. Nem de... a ciculáj. Hát a cicula is pisil valahogy. De nem így, ez guggant. Akkor, ha már fürdőszoba, vettünk milyen sarokcsiszolót. Ez nagyon izgalmasos. Fürdőszoba, tessék. Ez ilyen fejedre teszed, és akkor, amikor megmosod az arcodat, nem lesz csupa ilyen, mi a szappan. Ugye a hajadat. Igen, így hátra húzza a hajadat, úgyhogy erre nagy szükség olyan volt, arcmosáshoz, meg fürdéshez, úgyhogy erre beruháztunk. Mindjárt prezentálom, csak nekem ez egy régi. Várj, az így, és felcsapod. És akkor ilyen csinos vagy. Fú, te most annyira csinos lettél. El vagyok ájulva. Én ezt egyből gondoltam. Na, ez még mindig a fürdőszoba. Ezt nem tudom kiolvasni. Ha valaki tudja, hogy hogyan kell ezt kiolvasni, akkor ezt írja le, de most megpróbáljuk az ilyen konnyak szivacs. Azért, mert oda van írva japánul, és azért tudtam elolvasni csak. És ez nagyon jó, mert amikor bevizezed, ugye alapjáraton ez most teljesen kemény, de ahogy víz éri, föl fog puhulni, és elvileg jó, hogyha... Hát jó arctisztítás, azt mondják. Na, akkor szerintem áttérünk a konyhára. Ó, ez még mehet a fürdőszobához. Némileg, vagy nem tudom, ez... Szárító, igen. Teregető. Teregető. Erre szükségünk volt, mert ugye ha ketten mosunk, azért az egy zokni adag, és például ugye nem mindig férünk el egy ilyenen. És ugye ebből vettünk még egyet, és akkor most jöhet a konyha. Oh. Ez a... Ne azt mutasd, hanem az alját. Az alja, akit érdekel. Miki a geres, az a lényeg. Na szóval, hogy ezzel fogunk
mert hát ugye mindketten hatalmas konyhatündérek vagyunk, úgyhogy ezzel fogunk garázdálkodni a konyhába. Ma ezt fel is fogjuk avatni. Igen, mert ezután főzni fogunk. Megpróbálkozunk vele. Igen. Az új kanaladat prezentál. Ez az új kanalam. Nagyon szép, ergonomikus, és fekete. És kanál. Mit tudjak még róla? Nem tudom. Vettünk egy nagyon aranyos, cicás... Ilyen csöpögtető. Csöpögtető konyharony, vagy nem tudom, minek nevezzem. Akkor a következő a Shamoji, ami a rizsszedő lapátka, ugye a rizsfőzőgépből. Ilyen cuki virágok vannak rajta, és rózsaszín. Agasztó. Igen, ezen fognak lógni a... Hú, demonstráld. Demonstrálom. Ezen fognak lógni a lógnivaló. A lógnivaló. Minden, ami lógnivaló, azt arra fölrakjuk. Elem. Ez kell, mert a benti lámpánk, ami időközben lett, az elemmel működik. Tehát kapcsolós, igen, nincsen villanykapcsoló, te irányító, és eddig azért éltünk ott sötétben, mert nem vettünk elemet, de most ezt a ilyen hiányt pótoltuk. Az egyik legizgalmasabb dolog a világon a kenyér. De, hogyha megnézitek, ugye csak szeletelt kenyeret lehet venni Japánban, így nagyon vekniket nem láttunk a szupermarketekben. Nem, persze a bakeryben, mármint a pékségben lehet venni, de a szupermarketben ilyen szeletelt kenyerek vannak. Ez 8 szelet van benne, de van 8, 6, meg 3. Nem 4? 4 is van, meg 3 is. Igen. És ugye az a különbség, hogy például a 3 meg a 4 szeletes, a sokkal vastagabb. Ilyen dundik szeletes. Igen, az sokkal vastagabb, és ez ilyen nagyon punyú-punyú, szóval ilyen punyú-punyú-punyú-punyú a kenyér. Puha! Igen, ilyen nagyon puha a kenyér, és a héja se igazán nevezhető héjának. És barna kenyeret mondjuk héja? Nagyon... Barna kenyeret mondjuk nagyon nem is láttam még Japánban. Nem, nem kenyér van itt, és nagyon édes, édesebb, mint a magyar. Kenyér vonalon maradva, ez hamburger, de ez ilyen, berakod a mikróba, szóval ilyen félkész hamburger, itt ül rajta egy ilyen daruma, ami... Ilyen kívánság teljesítő baba. Igen. Minek lehet nevezni? Igen. Ugye az egyik szemét színezett. Amikor megveszed, igen, akkor nincs kiszínezve egyik szemese. És akkor, amikor kívánsz valamit, akkor kiszínezed az egyik szemét, és amikor ez teljesült, akkor a másikat is. Aminek amúgy semmi köze nincs szerintem ehhez a hamburgerhez, de nem baj. Úgyhogy csirkés, és a goma, amit magyarul mindig elfelejtek. Szezám. 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 Jaj, mag. Szezám magos szósz van benne. Mögével rögtön összekevertek. Szezámos. Igen, ez a kettő melonpán a szertorthoz. Ezeket hívják melonpánnak, és ezt nagyon szeretjük, főleg reggelire. Ez ilyen édes péksütemény. Kicsit hasonlít a kalácsra, engem a húsvéti kalácsra emlékeztet, amit a mamám melon? Csinál. Hát mert olyan dinnye alakja de van. Engem nem emlékeztet dinnyére. Igazából szerintem ilyen teknősnek kellene nevezni, olyan teknős páncélos. Rácsos. De nagyon finom, és ez csoki chipses, ez pedig normál, sima melonpán. A hambi, és amúgy ez is a hasonlít a melonpánhoz, ugyanolyan csoki darabok vannak benne, ez az enyém. És ez is egy ilyen félkész hamburger, ez milyen katszű? Miszós. Miszós. Újabb a paszta, és akkor az van benne, húsi van benne, sajt van benne, és furcsaság, de Japánban vagy ketchupot raknak, ugye, mint mindenhol, de nagyon sokban, mint ebben is, majonéz van. Amit imádunk, úgyhogy ez az egyik kedvencem. Én vettem egy ilyen kis pizzát is magamnak, amit ugye még megküldünk majonézzel, és nagyon finom lesz. Meg én még szoktam egy kis zöldséget, tehát tetejére egy kis békönt, úgyhogy megturbózzuk, és isteni, étek lesz belőle. Na, és ez itt a mai vacsora egyik kelléke lesz, ez gomba. Köszönjük. Ez normálisan is elmondhatod volna. Az nem én lennék. Akkor... Ez is hamburger husi. Hogy a japánoknak van a hambágyu, meg van a hambága. Igen. A hambága hamburger, tehát... Igen, az az, amelyikben van bun is, szóval van benne kenyér, igen. Meg sajt, meg ez. Minden. Amikor tényleg benne ül a buciban a mindenféle jó, és a hambágyu, az meg csak amikor a husi, és ez szószban úszik, és ezt rizssel, zöldségekkel meg lehet tenni. Szóval, hogy ezt nem buciba és szokták rakni. Itt lehet látni, ugye az elkészítési módja az úgy van, hogy fogod és zacskóstól megúsztatod egy jó adag vízben, vagy pedig be lehet rakni a mikróba is. A lustábbak kedvéért. Én a vizes változatot. Igen, a vizes változatot így belerakjuk, aztán megfőzzük. És sajttal van töltve a kezete. Nagyon finom. Kettőt is vettünk belőle. Ó, az tofu. Tofu.
babás. Igen, ezt a babásat szoktam venni, de sose tudom, hogy melyik az, amelyik süthető, és melyik az, ami ilyen krémesebb, és ugye nehéz, mert különböző tofu típusok, különböző ételekben jók, van olyan, amelyik a legpuhábbak, azok főleg a levesekben szoktak jók lenni, illetve van olyan, amelyiket, hogyha leöntött szójával, az annyira finom, az csak egy magába elfalatozni, az annyira jó. És van a keményebb, amit meg süthetsz. Igen, én sülve szeretem, igen, a legjobban. Azt, amelyiket sütni lehet, azt akarom megtalálni, de eddig még nem sikerült. Most reménykedem benne, hogy ez a babás, ez olyan. Még egy hamburger. Még egy hamburger! Változatos a kedvéért, ez is valami csirkés. Ez jandare. Nem tudjuk, csirkés hamburger. Fokhagyma! Mára nem várunk vámpír vendéget, úgyhogy fokhagymát is vettünk. Hami, mondd már, sonka! Mondd már, mi az? Mi van a kezemben? Sonka. Sonka. Sonka, sonka. Ízteni saj. Hát ez az a szokásos szeletelt csaj. Káposzta, ami előre fel van így szeletelve. Az ilyen lust embereknek való, mint mi. Uh-huh. Jó, de venni egy ilyen nagy káposztát nem is fogyna el olyan gyorsan, úgyhogy... Ugye hétközben jobban megéri. Nincsen időnk főzni, mert mind a ketten nagyon késő, hát elég későn érünk haza, és olyankor már nem szoktunk főzni. Úgyhogy főleg hétvégente van főzőcske. Csirkehús. Ez a mai vacsorában lesz. Ezen nincs mit magyarázni. Ó, a yakisoba. Így lehet kapni. Ez már előre megfőzött tészta, és van hozzá, nem tudom mennyire látszik, ebben a kis tasakban van a szósz. És itt az elkészítési mód. Nagyon, ugye, nagyon tészta lényegében. Nehéz. Ú, most láttam, hogy ez spicy is. Ú, az jó. Majd csírsz rá majonéz. Az biztos? Meg jó, sok, jó, mondjuk te zöldség nélkül leszed, de én jó sok nem zöldséggel is megküldöm. Nem, én szoktam, majosít szoktam belerakni. Jó, de én egyéb más zöldségeket. És akkor ugye, hát annyi az elkészítés, hogy fogod ezt a tésztát, belerakod egy serpenyőbe, ne táncolj a brokkoliba, kérlek, berakod egy serpenyőbe, hozzáadsz mindent, ami tetszik, rácsűröd a szószt, a majonézt, összesütöd, és isteni. Ez a brokkoli. Aki még nem látott, annak prezentáljuk, ő a brokkoli. Nézzük. Tészta. Udon. Ez ugye nagyon hasonlít az előbb bemutatott szobatésztához. Próbálom olyan szinten mutatni, de ennek vékonyabb a tésztája, ez pedig ilyen mocsi-mocsi, ilyen olyan sokkal puhább, olyan teltebb. Igen. Teltebb és puhább. És ezt ugye ők levesbe szokták, de én galád módon rá szoktam verni a tojást. De sütni is szoktál. És meg szoktam sütni, én mert például sütve szeretem a legjobban, amikor az előző munkahelyemen dolgoztam, ott mindig, amikor Jaki udon volt, tehát ugye sült ilyen udon, akkor nagyon boldog voltam. Itt is azt mutatják, hogy levesbe szokták általában belerakni. De mindenhogy finom, tészta. Ez, amit láthattatok a múltkori vlogban, hogy készítettünk, a gyóza, ugye a kis táskácskák, csak most vettünk ilyen sajtos változatot is. Ó, ez a mai menü lesz. Ez a sicsű. Így van. Úgy kellett, hát, hogy pörkölt kocka. Amúgy a sicsű a szó szerinti fordításában ugye a főzeléket jelenti. Ez Hokkaidós krém főzelék. Mindenféle zöldség, meg húsi majd úgy is látjátok, amikor elkészítjük. Natúrjoghurt. Natúrjoghurt. Műzli! Nem túl nagy a választék műzliből, meg gabonapelyhekből Japánban, és mellesleg még drága is. Viszont ez most még egy beruházója, azon metró vagyok. Na, ez az én nagy kedvencem, a molyasi, ami csíra. Babcsíra. Babcsíra. Babcsíra? Babcsíra. Azt hiszem. Csíra. Valamilyen csíra. Kicsi ez csíra. A molyasi. Csíra. Csíra. Krumpli. Krumpli. Jaj, gyereki! Hal. Hal konzerv. Igen. Tonhal konzerv, jobban mondva. Kukorica. Konzerv. És a végén egy doboz tej. Igen. Japánban nagyon sok olyan tejnek kinéző tejtermék van, ami ugyanilyen dobozban van, csak hogy megtévesztő a külföldi. Vettünk hajfestéket, remélhetőleg szőke maradok. A terv az az. Prezentálom majd csodálatos lenövést a fejem közepén, és ugye ez amúgy sem esztétikus, valamint a munkahelyemen tilos hajat festeni,
és sajnos lassan a lebukás veszélye fenyeget, hogy a szőke nem az eredeti hajszínem, mert olyan drágán naívak ezek a japánok, hogy elhiszik, hogy ez az eredeti hajszínem, ez a nagyon természetes szőke, gondolják, hogy gyári. Úgyhogy most orvosolni kell ezt a kis problémát itt fönn. Az előző munkahelyemen volt egy spanyol lány, ő neki természetesen barna a haja, viszont itt Japánban befestette vörösre, és volt egy kemény lenövése. És mondták neki, hogy ezzel nem mehet dolgozni, hanem vissza kell festenie feketére. És így nézett, hogy ő neki soha életében nem volt fekete a haja, az ő haja barna. És megmondták a japánok, hogyha festetted a hajadat, akkor vissza kell festened feketére, ha itt akarsz dolgozni. De olyan édesek, mert nekem is mindig, amikor így hát neked eredetileg fekete a hajad? Mondom, ez hol fekete? Ez barna! Én vettem magamnak, ezt nem vértem ellenelni. Amúgy is szerettem volna új fogkefét, és ez ilyen cuki, mikiágeres tartóban van, és ezt nem bírtam otthagyni, és akkor így van ilyen utazásra is tartom, meg ül benne ugye a fogkefe és egy fogkrém. Úgyhogy ez ilyen... igen! Ez Dyson-s. Igen, ez még kimaradt. Ez... Ilyen hajfestő köpeny. Igen. Köpeny és ilyen rózsaszín és pöttyös, úgyhogy... Olyan hair salon lesz itt, úgy kérem szépen, úgy levágjuk egymás haját. Fogkrém. Fogkrém. És azt hiszem végére jöttünk a mai vásárlásunknak. Hát akkor ez nincs más hátra, mint hogy főznünk kell. Úristen! A nap legnagyobb kihívása még most el előttünk. Úgyhogy jön, főznünk kell. Irány a konyha. Szurkoljatok! Szurkoljatok! Húz mindenhol! Tudod, hogy nézel ki? Na, hogy? Mint az Addams Family-ből volt ez a... az a haj ember. Tudod? Nem vagyok a haj ember! Gyönyörű van! Jaj, de boldog vagyok. Nem ér! Csinos legyél! Küzdök! Teljes pompámban ülök. Készen állok. Készen áll? Fes. Hát reméljük marad hajad. Hát azt nagyon reméljük. Holnap jó lesz, hogy munkába menni, hogy nem. Kopaszon? Kopaszon. Mondom, ez az új stílusom. A legelsimasz.